Személyre szabott étrendér és edzéstervér, látogassatok el az aramtariprofizik.hu weboldalamra. Eri Hall a világhírű erőemelő testépítő lesz. Maradjatok! Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és a mostani alkalommal Eddie Hall-t hoztam nektek, ugyanis nagyon sokan kérdeztetek róla, és nagyon sokan kértétek, hogy csinálják egy kis véleménynyilvánítós videót róla, meg egy külön videót, ahol igazából hát róla beszélünk. Úgyhogy a mostani alkalommal ezt a világhírű erőemelőt hoztam, és hát azt fogok kicsit átbeszélni, hogy most így a világrekord után, az 500 kg-os felhúzási világrekord után, mik a tervei, mik a céljai, és azt is, hogy vajon tényleg testépítő lesz. Na vágjunk is bele. Eri Hall rengeteg erőemelő és testépítő számára ismert személy, aki súlyemelésben, erőemelésben a legjobb és legerősebb a világon. A srác 1988. január 15-én született, ő egy angliai profi erőemelő, aki megnyerte 2017-ben a világ legerősebb embere címét, igazából felhúzási rekordot tart 500 kg-mal azóta is. Eri Hallnak a mag súlyai amúgy, guggolásban 405 kg, fekvenyomásban 300 kg, lábtolásban 1 tonna, tehát 1000 kg-ot tol a csávó lábból. Hát gyerekek, az szerintem mindenki meg tudja csinálni, mindenki. Úgy kitörne a térdem, mint a picsa, ha megpróbálnám. Na és a felhúzása amúgy azóta, hogy megdöntötte ugye a világrekord 500 kg-mal, amúgy már 536 kg a csúcsa, tehát az is igazából feljebb vitte azóta, és azóta igazából senki nem tudja elverni a csávót felhúzásban. Na le! Kérem szépen, Eddie Hall posztolt az Instagramon nem egyszer, amint lehet látni, hogy szálkál, síz a csávó, így van. Most már egy nap nem 5-ször megy a McDonald'sba, hanem csak 3-szor. Napi 10 sajtburger bevitelről lecsökkentette napi 5 sajtburgerrel, vagy 4 sajtburgerrel a bevitelét, és hát elkezdett igazából száradni, szálkásodni, diétázik a csávó, és írja is Instagramon, hogy 170 kg vagyok már, és még szálkásítok tovább. Tehát ilyenkor felmerül az emberbe a kérdés, hogy mi a picsáért szálkásít, amikor erőemelőről van szó, és erőemelő versenyekhez azért hát nem szoktak az emberek szálkásítani, meg a világ legerősebb emberei sem szálkások, hanem hát eléggé zsírosak, de erősek nagyon, és az emberek, vagy a követői, rajongói nem értették, hogy most mi a picsa van, miért csinálja ezt az egészet. Úgyhogy ezzel a poszttal eléggé meglepte az eddigi követőit, hiszen eddig 200 kg-os testsúlya volt, és most már csak 170 kg-ot nyom. Úgyhogy Eddie azt mondja, hogy a céljait elérte azzal, amikor 2017-ben megnyerte a világ legerősebb embere címét, és azt mondja, hogy most már másra fókuszál, másra fordítja figyelmét. Itt is van egy poszt, ahol azt írja, hogy már csak 164 kg vagyok, ami azt jelenti, hogy 32 kg-ot fogytam, amióta megnyertem a 2017-es erőemelő versenyt. Azt mondja, a következő célja is hatalmas lesz, de még nem árulhat el semmit róla, aztán benyom egy ilyen zsírégető reklámot, blablabla, bla, bla, hogy azt kell, azt szedi, attól fogy. Amúgy a képén látható minimális hasizom is, így számomra egyértelmű, hogy ez egy testépítő versenyfelkészülés lesz, és hát nem egy balett versenyfelkészülés. Amúgy heti 5-ször kardiózik és 4-szer végez súlyzós edzést, úgyhogy véleményem szerint ez kb. 100%, hogy ő egy testépítő versenyre készül, arra diétázik, valószínűleg profi testépítő nem lesz, és el is mondom, hogy miért nem. Most 192 cm magas, és hát 192 cm magas testépítő Mr. Olympiát még nem láttunk, és valószínűleg nem is fogunk. Arnold Schwarzenegger is egy ilyen 1.88-1.90 körül volt, de az még nagyon rég volt. Hogyha most indulna Arnold, nyilvánvalóan nem a 60 éves fizikumával, vagy 70 éves fizikumával, hanem a régi formáját hozva, akkor igazából sehol se lenne, még lehet, hogy klasszikus fizikumban sem. De ezt nyilvánvalóan azért is köszönhető, mert mondanám a konkrétumot, többfajta cucc van, meg többfajta, hát igen, szteroid típus, ami úgy lesz szálkásít, mint a picsa, meg hát nyilvánvalóan annó, nem tudom, volt vagy 4-5 fajta, most meg van vagy 4-500 fajta, úgyhogy azért ez nagy különbség. Na de a lényeg, 192 cm magasságához Eddie Hall szerintem soha nem lesz profi testépítő, hanem amatőr testépítő marad. Amatőr testépítésben még lehet sikeres, de profi sohasem lesz, pont. Ugyanis az összes profi
legjobb olimpikon vagy olimpia versenyző, mondjuk Phil Heath vagy William Bonek is 170 és 180 cm között vannak. Ez nem hiába van így, minél nagyobb a test, annál több izmot kell magára pakolni, és nem mindegy, hogy most valaki plusz 20 kilót kell, hogy magára szedje, hogy Mr. Olympia legyen, vagy plusz 40 kg-ot. Ez nem mindegy, hogy milyen magassághoz, milyen izomtömeg párosul, úgyhogy nyilvánvalóan ilyen szempontból nézve Eddie Hallnak sokkal nehezebb dolga lesz magára szedni annyi izomtömeget, hogy olyan arányokkal álljon fel a színpadra, mint mondjuk Phil Heath. Úgyhogy ezért is van az, hogy én azt mondom, hogy soha nem lesz profi testépítő, ezt én kijelentem, hogy nem lesz soha profi testépítő, de hogy olimpia színpadon nem fog állni, az tuti. Amatőr testépítésben lehet sikeres, de igazából ennyit erről. Szerintem erőemelésben kellett volna maradnia, én amúgy sajnálom, hogy abba hagyta az erőemelés, mert nagyon jó volt benne. Azt kéne csinálnia, amiben jó, és testépítésben valószínűleg nem lesz az, mert rengeteg olyan testépítő van, akik tényleg egy ilyen 90-100-110 kilósan, mondjuk egy ilyen 90-100 kilósan olyan formát hoznak, kurva jó, tényleg annyira kurva jó, mondjuk Sean Roden. Ő neki a visszatérése olyan szinten inspiráló számomra, meg olyan szinten hihetetlen, hogy mondom, az a csáó az nem semmi. Tehát az a csáó az kész, az a genetika, az adottságai, az egyszerűen eszméletlen. Úgyhogy ennyit Eddie Hallról, ez az én véleményem, de ti mit gondoltok róla? Szerintetek lesz-e egyáltalán, nem tudom, amatőr testépítésben jó, fog-e versenyeket nyerni? Valószínű, hogy kell neki még amúgy egy ilyen 2-3 évig diétázni, tehát valószínűsíthetőleg leghamarabb egy ilyen 2020-2021 környékén állhat majd színpadra, élete első testépítő versenyére. Nem lesz olyan nagy sikerélménye soha, lehet meg fogja bánni, de ez az ő dolga lesz. Ez az én véleményem, de ti mit gondoltok róla? Ti hogy látjátok? Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy írjátok le a komment szekcióba, és ahogy tudok, majd reagálok rá. A személyre szabott étrendet vagy edzéstervet szeretnétek, akkor látogassatok el az aramtariprofizik.hu weboldalra, ahol tájékozódhattok szolgáltatásomnak menetéről és az árairól is. Nem egy embernek segítettem már feltömegelni, leszálkásodni, fogyni, úgyhogy te sem leszel kivétel. A weboldalom legalján olvashatok sikersztorikat volt, illetve jelenlegi klienseimről. Csekkoljátok le! És hogyha bármi kérdésetek van a programokkal kapcsolatban, akkor írjatok nekem Facebookon, vagy az e-mail címemre az aramtari96@gmail.com-ra. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, hogyha tetszett a videó, lájkoljátok és osszátok meg, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra még több ilyen videóért. Tari Ádám voltam. Peace.